is jelent a honfoglalás szavunk. A magyarság érkezése és letelepedése, államalapítás. De mikor, hányan, hogyan? Kik éltek akkor a Kárpát-medencében? Időpont, népesség és a kor összefüggéseinek tükrében eltérő álláspontok, elméletek. Egyszeri vagy többes honfoglalás. Jó estét kívánok a Nemzeti Nagyvizit nézőinek. Már a felvezetőből is kiderült, hogy milyen érdekes témával foglalkozunk ma, ugye a honfoglalással és a honfoglalás korával. Kásár Miklós orvosprofesszorral közös felvetéseinkre Révész László régész professzor válaszol. Professzorról annyit szeretnék elmondani, hogy több száz honfoglaláskori sírfeltárása fűződik a nevéhez. Pontosan mennyi egyébként a szám, ezt tudja? Közelíti az ezret, nem számoltam meg a sírok számát, de majdnem eléri az ezret. Most hát akkor a tárgyakból megpróbálunk következtetni a korra és arra, hogy mi történt akkor. A honfoglalás megértéséhez három nagy térséget kell figyelembe venni és megismerni az ottani hatalmi politikai helyzetet. Az egyik a Fekete-tenger Káspító környéke, a másik a Balkán, Bizánc, és a harmadik a tőlünk nyugatra lévő frank és morva birodalmaknak a helyzete. Ez a három szál összegződött végül is a honfoglalás hadvezetési, politikai, hadtáp, szervezési, logisztikai rendszerében, amelyik a maga nemében páratlan volt, hiszen egy 2000 kilométeres menetelés után egy nép azon a területen foglalta el a hazáját, amelyet 1000 éven keresztül meg tudott tartani. A honfoglalás előzményeihez tartozik még az is, hogy hatalmi vákum alakult ki a Kárpát-medencében Nagy Károly avar hadjáratai után, mert hiszen a vákum a történelemben soha nem tartós, mindig a környező hatalmak a vákumot megszüntetik, ami azt jelentette ebben a korban, hogy a bolgár birodalom kitolta a határait Erdélyig, illetve feltehetően a Tiszáig. Magyarország dunántúli részeinek nagy része a keleti frank birodalomhoz tartozott, illetve a Duna-Ipoly vonalától nyugatra pedig Morva ország határai töltötték és jelölték ki a határokat. Tehát ez volt körülbelül az a geográfiai, hatalmi, politikai helyzet, amikor a honfoglalás elkezdődött. Nagyon szépen kirajzolódik a dunántúli frank grófságoknak Zalavár környékén, Szombathely környékén az a leletcsoportja, amelyeket az elmúlt évtizedekben föltártak, és amelyek valóban nagyon komoly központokra utalnak, illetve az is látszik, hogy a 9. században ott egy meglehetősen vegyes népesség élt, az avarok leszármazottai, különböző szláv csoportok, illetve a frank betelepülők, akik egy sajátságos, ezt a régészek, történészek úgy hívják, hogy úgynevezett karoling peremkultúrát hoztak létre, amely gyakorlatilag az Isztriai félszigettől, Dalmáciától, a Dunántúlon át a Morva-medencéig, illetve Csehországig tartott. Ennek a karoling peremkultúrának az alkotó eleme egyébként maga a Morva fejedelemség is, amelyről szintén esett már szó, hiszen a tárgyi hagyatéka, kis túlzással azt mondhatnám, hogy fele avar, fele frank, némi bizánci, illetve antik örökségi elemeknek a felhasználásával, de igazán jellegzetes szláv abban nem nagyon van. Valószínűleg a Morva fejedelemség etnikai összetételében is jóval nagyobb volt az avaroknak, a tovább élő avaroknak a hányada, mint amit földolgoznak. Na, eddig volt az egyszerűbb dolgunk. Ami kevésbé tisztázott, az a Kárpát-medence egyéb fennmaradó részeinek a státusza, illetve régészeti hagyatéka. Nagyon sokan vitatkoznak azon, hogy mi történt az avarokkal Nagy Károly, illetve a bolgár hadjáratuk után. Sokáig feltételezték azt, hogy írmagjuk sem maradt, kipusztultak. Alig, hanem ezt az elképzelést most már el kell vetni. Bizonyos, hogy az avarok csoportjai megélték a magyar honfoglalást.
államiságukat veszítve, elszegényedve, de ők 895-ben találkoztak Kárpát honfoglalóival, és később közéjük olvadtak, részesei lettek aztán a kiformálódó, a Kárpát-medencében kiformálódó magyar népnek. Csak úgy, mint a peremterületen lakó különböző szláv csoportok, lényegében Kassa környékétől a Kárpátalján át egészen a szatmári beregi síkságig nagyon komoly csoportjaik éltek, csak úgy, mint Erdélyben, ahol érdekes módon három népcsoport osztozott azon a területen. Részben a kései avaroknak a maradékai, valahol az Aranyos folyótól délre és a Küküllőkkel szemközti Maros szakasz mentén szintén szláv csoportok Erdély északi és keleti térségeiben, valamint a Maros középső folyása mentén Gyulafehérvár környékén az Aldunai Bolgár Birodalom kvázi előretolt helyőrségei, akik egy nem nagy, körülbelül 50 kilométer átmérőjű sávban nagyon jellegzetes régészeti leletanyagot hagytak maguk után. Nos, ez az a régészeti horizont, amivel, illetve a hordozói, amelynek a népeivel a magyarok Árpád honfoglalása idején találkoztak. Akkor, amikor megjelennek a Kárpát-gerinc túlsó oldalán a magyarok, és ez az avarbirodalom bukása utáni időszak, az egymással harcoló különböző hatalmak, vagy a hatalmakon, országokon belüli különböző kisebb területi egységek vezetői folyamatosan hívják szövetséges haderőként a magyarokat, akik legalábbis 860-tól szisztematikusan részt vesznek a Kárpát-medencei és a Kárpát-medencén kívüli harcokban, tehát alkalmuk van pontosan megismerni a Kárpát-medence geográfiai viszonyait, folyóit, termőföldjeit, erdőségeit, tehát a hadászati szempontból nagyon lényeges összes paramétert. Én azt javaslom, hogy most nézzük meg ezt a folyamatot térképeken is, és akkor innen folytassuk a beszélgetést. Őstörténeti kutatásaink mérlegén máig tekintélyes arányban van jelen a megválaszolatlan, közvetett forrásokra épülő, hipotetikus kérdésfelvetés. Ilyen az őshaza, illetve a vándorlások során a Kárpát-medencei megtelepedést megelőző hosszabb, rövidebb tartózkodási helyek kérdése is. Etelközt a Fekete-tenger északi partjainál még nagyjából lokalizálhatjuk, de Levédia már ködösebben sejlik keletebbre és időben is távolabb. A még korábbi belső ázsiai genezis szállásait pontosan bemérni már éppen olyan nehéz feladat, mint a székelyek Csigla mezejét megtalálni a térképen. Az elmúlt évek, évtizedek kutatásának az eredménye, illetve Türk Attila kollégámnak a legújabb eredményére tudnék itt hivatkozni, aki a Nyeper, illetve Ingul folyó környékén figyelt fel egy olyan leletcsoportra, amely elég erős szálakkal rokonítható a Kárpát-medencében talált magyar honfogláskori leletekkel. Tehát nagy valószínűséggel valahol azon a vidéken kell az etelközi magyarságnak a hagyatékát keresni. Föltétlenül beszélnünk kell itt egy másik régészeti horizontról is. Tudnélik, a Kárpátok innen nézve külső gyűrűje mentén, Psemiszütől Moldván át egészen Bukarest vidékéig találunk olyan sírokat és temetőket, amelyek hajszál pontosan megegyeznek a Nagyalföldön vagy a Dunán túlon talált honfogláskori leletekkel. Ezek mikori időszakra datálhatók? Na most ezeknek a megítélése kérdéses. Vannak, akik azt mondják, hogy ezek az etelközi magyarság legnyugatabbi előőrsei, amelyek a Kárpátok hágóin való szabad áthaladást biztosították a már 862-től valóban a Kárpát-medencében rendszeresen megjelenő magyar seregeknek a számára, míg mások arra hajlanak,
hogy ezek inkább a már a 10. században a Kárpát-pedencében telepedett magyarság keleti határőr népessége lehetett, akiknek valóban az volt a feladatuk, hogy a hágókon való szabad átjárást például a muszlim kereskedő karavánok és mások számára továbbra is biztosítsák. Én inkább az utóbbi felé hajlok. És még egy dolog ide kívánkozik. Többen felvetették azt az elképzelést, hogy a Alföld északkeleti erőterében, a Kárpátalján, Bodrog közben, Felső-Tisza vidéken már a 860-as évektől egyes katonáskodó csoportok megtelepedhettek, hogy a folyamatosan átvonuló, megjelenő hadseregeknek a számára biztosítsák ezt a területet. Ez nem zárható ki, de régészeti leletek segítségével egyértelműen ma még nem is bizonyítható, elképzelhető, hogy a későbbiek során majd bizonyítható lesz. Pontosan 890 és 92, 4, 5, 6 környékén két nagyon jelentős konfliktus alakult ki. Az egyik az bolgár birodalom, illetve Bizánc között, a bolgárok Simeon vezetésével, aki ifjú uralkodó és rendkívül energikus, tehetséges uralkodó volt, fokozatosan szorította vissza az ebben a periódusban éppen hanyatló Bizáncot, a nyugati területeken pedig nagyon határozott vetélkedés alakult ki a morvák és a keleti frankok között, mert a hübéri viszonyból, a vazalusi viszonyból a morvák szerettek volna kitörni, mind a két hatalom, a keleti frankok is és Bizánc is a magyarok segítségét kérte. Tehát egy olyan politikai helyzet állt elő, ami lehetővé tette azt, hogy a déli hadszínteret a Bizáncnak küldött magyar hadsereg Levente vezetésével lezárja és megakadályozza azt egy szerencsés, vagy nagyon hősies, vagy a végsőkig kitartó hadjárattal, megakadályozza azt, hogy a Kárpát-medencébe bevonuló fősereget és népességet délről támadás érje, amit Levente tökéletesen teljesített, hiszen tönkreverték a bolgár seregeket. A bolgárok azonnal szövetséget kötöttek a besenyőkkel, de egész a mostani Bulgária közepéig hatoltak előre a magyar csapatok, és egy ismételt, rendkívül véres, szinte az utolsó emberig tartó küzdelemben megakadályozták azt, hogy a bolgár hatalom visszatérjen Erdélybe a Tisza vonaláig, és nem érte a bevonuló magyarságot, a fősereget és a népet déli irányból támadás. A fősereg viszont, ahogy átlépte a vereckei hágot, és átkelt a Kárpát-gerincen, Arnulf szövetségében a morvák ellen lépett fel, és verte tönkre, és szüntette meg a morva birodalmat, ami vagy csak egy északi magból, egy északi területből, vagy egy déli morva országból is állt, a déliről viták folynak. Minden esetre megszűnt a Dunától északi morva szupremácia, és a magyarok ezt a területet igénybe vehették. A következő mozzanat az a Arnulf és Berengár Longobárd király közötti vetélkedésbe való beavatkozás volt, hiszen ott a főhatalomért, a császári címért ment a harc, és a magyarok beavatkoztak ugyancsak Arnulf oldalán, zseniális hadvezéri és katonai teljesítmények eredményeképpen gyakorlatilag felszámolták a 400 éves Longobárd királyságot, majd rögtön utána, ha nem is azt mondom, hogy szövetséget kötöttek Berengárral, de támogatták egészen a haláláig, majd az utódait is a keleti frankok ellen való fellépésben, megakadályozva azt, hogy ellenlökés történjen a Kárpát-medence irányába nyugatról, tehát gyakorlatilag el tudták tolni a birodalmi visszacsapást egészen 907-ig a pozsonyi ütközetig. A honfoglalás logisztikailag rendkívül összetett volt, rendkívül komplex volt. Az volt benne a zseniális, hogy a politikai megoldások, a katonai megoldások,
az utánpótlásnak, a hadtápnak a megszervezése minden tökéletes volt és stimmelt, és ami feltűnő, hogy a szövetség kötések rendkívül tervszerűek voltak, fél évente vagy évente változtak, mindig azt a célt szem előtt tartva, hogy a Kárpát-medence teljes elfoglalása, ami 900 körülre befejeződik, illetve a megvédése lehetővé váljon, majd a kalandozásokról beszélve ennek a tervszerűségét, a preventív háborúkat későbbiekben tárgyaljuk. A korabeli politikusok, országvezetők értékítélete szerint a magyarság az egy erős, katonailag rendkívül felkészült nép volt. Erre több bizonyíték is van. Egyrészt valamikor a 830-as és 60-as évek között a kazár kaganátusból menekülő elemek, népcsoportok, a összefoglaló néven kabarnak, lázadónak nevezett csoportok a magyarságtól kértek, a magyarok fejedelmeitől kértek oltalmat. Na most teljesen nyilvánvaló, hogy ha nekem valahonnan menekülnöm kell, csak olyan helyről kérek befogadást, ahol biztos vagyok abban, hogy a befogadó katonailag elég erős ahhoz, hogy engem meg is tud védeni azok ellen, akik fenyegetik a létemet. A másik, hogy többször szóba került itt már, hogy hol a magyar, hol a morvákkal, hol a frankokkal, hol a bizánciakkal szövetségben bukkantak föl a magyarok Közép-Európa különböző frontjain. Nos, ez egyértelműen jelzi, hogy egy katonailag erős népről van szó, amely kívánatos szövetséges volt mindenkinek a számára, és sokat tettek azért, hogy ezt a szövetséget meg is nyerjék. Egyébként mindez visszatükröződik régészeti hagyatékukban is, hiszen főleg a Felső-Tisza vidéken, de Kárpát-medence más részein is, egy rendkívül jól szervezett és nagyon jól felfegyverzett, a klasszikus keleti taktikához alkalmazkodó, lovas felszereléssel és fegyverzettel rendelkező nép harcosainak a sírjait találjuk sorozatban. Nyilván ők voltak azok, akik mind a honfoglalás nagy művének, mind pedig ezeknek a rákövetkező kalandozó hadjáratoknak a terheit a vállukra vették, illetve vezetőik, akik mindezt irányították. Most arra kérem önöket, hogy nézzünk meg egy kis filmet, nagyon rövid lesz, de nézzük meg a honfoglalás elméletekről, és aztán utána folytassuk ezt a beszélgetést. Az elmúlt két évszázad honfoglalás kutatása több iskolát hozott létre. A polcokon méterben mérhető a régészek, történészek szakirodalma, és nem kevésbé terjedelmes a műkedvelői vitairat. A hun avar magyar birodalmak ífeszítő népeit egységben látó kettős honfoglalás László Gyula munkásságának jelképévé vált, és egyben rehabilitálja a finnugor etnogenezis követői által a 20. században lesöpört vagy megbélyegzett korábbi felvetéseket. A másik nagy csoport a honfoglalás egyszeri aktusát hirdeti. Bár vitatkozik az érkezést közvetlenül kiváltó hadtörténeti okozati összefüggéseken. Végül pedig vannak, akik népünk kialakulását és egész őstörténetét Európához és a Kárpát hazához kapcsolják. Nagyon lényeges, hogy egy sztereotípiát végigbeszéljünk, ez pedig az, hogy a besenyők szétverték a magyarság szállás területeit, és halomra gyilkolták az aggokat, az asszonyokat és a gyermekeket. Ez tulajdonképpen nem lehet semmilyen írásos vagy tárgyi módon, tárgyi emlékek révén alátámasztani, viszont ellene szól az, hogy a honfoglaláskori sírokban a férfiak-nők aránya körülbelül 50%, a másik pedig az, hogyha valóban menekültekként érkeztek volna ide, tehát csak férfiak érkeznek ide, akkor nyilván az itt lakó asszonyok közül választanak feleséget, és hogyha szlávok lettek volna döntő többségben az itt lakó népek, akkor nyilván a gyermekek az anya nyelvén, tehát szlávul tanultak volna meg, de ha mégis magyarul tanultak meg,
és a magyar nyelv maradt fenn, akkor az pontosan arra utal, hogy az itt lakó népek rokon népek voltak, és a nyelv se különbözhetett jelentősen, ami egyúttal érv arra is, hogy a László Gyula féle kettős honfoglalás elméletének reális alapja lehet. Nem csak a ideérkező férfiak és nők nyelve volt azonos, hanem a régészeti leletek alapján azt mondhatom, hogy a tárgyi kultúrájuk és a hiedelemviláguk is, ami döntő bizonyíték az én véleményem szerint, hiszen ezeket a nőket ugyanolyan szokások, ugyanolyan rítusok szerint temették el, mint férjeiket, és ugyanolyan stílusú, jellegű viseletbe, hagyatékkal, ékszerekkel, ruhadíszekkel kerültek ők a földbe, utolsó útjukra, mint a környezetükben nyugvó férfiak. Tehát egész egyszerűen régészetileg semmi nem utal arra, hogy egy keletről jött népesség, helyben talált nagyszámú szláv, vagy esetleg avar eredetű asszonnyal kellett volna, hogy összeházasodjon, mert hogy a saját asszonyaik ott kint elvérzettek volna. Nyilvánvaló, hogy ez a besenyő támadás, ami az etelközi szállásokat érte, ez az etelköz keleti részén lakó néhány nemzetség számára komoly vérveszteséget jelenthetett, de azt én sem gondolnám, hogy az egész magyar népre jelentékeny csapást gyakorolt volna. Talán ennek az oka az, hogy bizonyos átszervezéseket is végre kellett hajtani, hiszen gondoljunk arra, hogy a korábbiakban különálló törzsként számon tartott kürt és gyarmat törzs a Kárpát-medencébe érve már újra szerveződ, valószínűleg talán a besenyő támadás során elszenvedett vérveszteség miatt szerveződött újjá. Kürt gyarmat néven egy törzsbe szervezték ezeket a nemzetségeket. És így hét törzs. Egyébként és így lett a hét törzs. Így van egészen pontosan. Összefoglalásként olyan szívesen beszélgetnék egy kicsit még a szövetségesi rendszerről. Talán ha minden történelmi tényből, minden történelmi tapasztalatból megpróbálunk mára vonatkozó tapasztalatokat és következtetéseket levonni, akkor ott talán kereshetünk valamit a mai magyar társadalom tanulságára is. Hát az egyik tanulság mindenféleképpen az, hogy a vérszerződés létrejöttével kialakult, ha a korszerű kifejezést akarok használni, egy nemzeti egység. A szövetségi rendszerek kialakítása során pedig Churchill jutott eszembe, aki azt mondta, hogy Angliának nem barátai vannak, hanem érdekei. Az Árpád-kori magyarságnak is érdekei voltak a letelepedés és a fennmaradás, és eszerint kötötték meg a szövetségesek, kötöttek szövetséget a környezetükben lévő különböző népekkel, nemzetekkel. Úgy gondolom, hogy ami a ma embere számára tanulság lehet, az többek között az, hogy ezek az emberek határozott világképpel és határozott értékrenddel rendelkeztek. Szemben a mai sodródó világunkkal és nagyon sokszor értéknélküliségünkkel. Ott mindenki pontosan tudta a helyét a társadalomban, tudta, hogy miért született erre a világra, mi a dolga benne, és azt a legjobb képességei szerint igyekezett ellátni, életét úgy élte, meghatározott korlátok között, ezeket a korlátokat tiszteletben tartva, de kreatívan kihasználva a lehetőségeket, és nagyon sokszor szükségük is volt arra, hogy a falig elmenjenek a merészségben, hiszen másképp nem maradhattak volna fenn. Ehhez pedig szükség volt egy, ne szépítsük, ne szégyeljük, egy tehetséges dinasztiára, mert hogy az Árpádok dinasztiája tehetséges volt. Valahol talán itt kell keresnünk a választ arra az örök kérdésre, hogy vajon a keletről jött népek közül miért egyedül a magyarok azok, akik meg tudtak gyökerezni itt hosszú évszázadokra, több mint most már egy évezredre, és hazát tudtak teremteni a Közép-Duna vidékén, azon a részen, ahol korábban minden keletről jött nép hosszabb, rövidebb uralkodás után elvérzett és beolvadt más kultúrákba. Köszönöm Önöknek a beszélgetést, és most még megmutatjuk, hogy mivel várjuk Önöket pontosan a következő héten.
Gog és Magog vezetésével a magyarok megérkeztek a Kárpát-medencébe, azonban ezeket a területeket meg kellett tartani. Ebben a részben szó lesz a magyarok stratégiájáról, taktikájáról, a hadtápról, az élelmezésről, az utánpótlásról, a lovakkal való bánásmódról. Természetesen szóba kerülnek olyan sorsdöntő csaták, amelyek segítettek ezeket a területeket megtartani, így a stúdióban beszélgetni fogunk az Enzburgi és a Pozsonyi csatáról is. Természetesen nemzeti nagyvizit a következő héten is lesz, akkor is várjuk Önöket, viszontlátásra!